Milánóban hatalmas sikert aratott az Anya Tigrisek című musical, melyet a Lilium produkció képviselt a Nemzetközi Színházi Fesztiválon, ahol 10 ország, 14 produkciója állt színpadra. Az Anya Tigrisek előadás magával ragadó története, kiváló színészi alakításai az olasz közönséget is elvarázsolták, márciusban pedig Győrbe jön a produkció. De hogy milyen is egy igazi anyatigris. A gyermek születése csak az első megpróbáltatás, a feladatok követik egymást, és mi anyák igyekszünk minden kihívásnak megfelelni, minden nehézséget leküzdeni, ha a gyermekünkről van szó. Bizony, az anyaság egy életre szól. A musical mellett is beszélgetünk sok mindenről természetesen. A darab még előttünk van, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Tallós Ritát, rendezőt, és Cseke Katinkát, a darab egyik főszereplőjét. Hát szervusztok, nagy szeretettel Sziasztok. Köszöntünk benneteket Győrben. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Na hát, én láttam a darabot. Ennyit azért hadd áruljak el. A RAM Színházban számomra csodálatos volt, és azért volt nagyon-nagyon jó a darab, mert nekem, mint édesanyának, átjöttek azok a poénok, és azok a fájdalmas vagy szomorúbb pillanatok is, amikor tudtam sírni, tudtam nevetni, és a körülöttem lévő férfi ugyanígy sírt, és ugyanígy nevetett. Nem csak egy, több is volt. Tehát a darab tényleg átjött, és fantasztikus, úgyhogy elsősorban gratulálok hozzá. Ti hogy érzitek magatokat benne? Köszönjük szépen. Hát ez a cél az én rendezéseimben, hogy egy olyan érzelmi hullámvasutat tudjak létrehozni a nézők lelkében, ami épít, elgondolkodtat, és pláne ez a női színház, amit csinálok, a Lilium produkció, illetve csinálunk a kollégáimmal, színésznőkkel együtt. A lényege az, hogy a férfiaknak is megmutassuk azt, hogy miket is élünk mi át, amiről nagyon sokszor fogalmuk sincs, több okból. Egyrészt azért, mert a nők szégyellik ezt, meg elhallgatják, meg nem beszélnek róla, mert hogy nem illik erről beszélni. És itt jön a humor része a daraboknak, hogy humorral nagyon sok mindent át lehet hidalni, és meg lehet oldani. Tehát nagyon fontos nekem az, hogy a férfiak is jönnek, párjukkal jönnek a nők, és nem csak a nőknek adunk valamit, hanem kézenfogva általában egy házaspár vagy egy kapcsolatban egy férfi és egy nő úgy távozik, hogy többek lesznek, megértőbbek lesznek egymással, szociálisabbak, és empátiájuk is fejlődik. És szerintem ez a legfontosabb a szórakozáson felül. Katinka, te anyaként hogy éled meg ezt a szerepet? Az a legjobb, amit a Rita mondott, hogy ez egy hullámvasút. Tehát én azt gondolom, hogy nekem személy szerint az anyaság az egy nagyon nagy feladat. Tehát, hogy nekem ez így rendesen, néha azt is érzem, hogy nekem nehéz. Tehát van a környezetemben olyan nő, akinek ez így jön, én nekem ez nehéz. Szóval én, amikor ebbe a darabba bekerültem, akkor én úgy éreztem, hogy nekem ez egy karmikus feladat. Tehát akkor maradjunk a spiritualitásnál. Tehát, hogy én olyan dolgokkal szembesülök és azonosulok, ami csak az előadás végén cseng le. Tehát amíg csinálod, addig benne vagy, csinálod, az egy munka, és valahogy hazamész, és van egy dal, amin én annyit szoktam sírni, egy videón szoktam visszanézni, hogy egyszerűen kimos belőlem valamit. És még valamit hadd mondjak el, hogy mi a zseniálisabb, amit a Rita kitalált. Én azt gondolom, hogy azzal mindenki tisztában van, hogy ez egy picit valahol a férfiak világa, és ez az ő játszóterük, ahol mi nők megpróbálunk, ugye ha csak arra gondolunk, hogy 100 évvel ezelőtt egyetemre sem mehettek a csajok, akkor azért ez egy elég kemény. A színházi világ arról szól, hogy van egy rendező fölötted, aki férfi, van egy színházigazgató, aki férfi, vannak a dramaturgok, vannak a zeneszerzők, mindenki férfi. És akkor előveszi a színház a Csehov három nővért. Csodálatos, ez a címe, hogy Csehov három nővért. Tudod, hány nő van benne? 4. Meg egy Anfisa, aki behozza a teáscsészét, és 72 férfi. De a Rómeó és Júliában is van 3-4 női szerep, 2, ami szerep, a Júlia meg a Dajka, és a többi mind férfi. Tehát a világirodalom az arról szól, mint a Gladiátor című film, hogy van benne egy csaj, meg egy halott asszony, aki visszainteget. Nem egy női szakma. Nem egy női szakma. És a Rita kitalálta azt, hogy ezekben a darabokban nők vannak, nincsenek férfiak. És én először azt hittem, hogy ez nem fog működni, mert férfi energia nélkül zseniálisan működik.
Tehát nekem 51 évesen ez egy tanulmány, ez amit ő kitalált, hogy csajok, ez működik. Ez pasik nélkül is működik, zseniálisan. Úgyhogy ez nekem egy nagy reveláló érzés volt ez az egész. Igen, és mindenki magára ismer, mert ugye a karaktereket úgy formáltátok, és úgy hozzátok, és úgy teszitek színpadra, hogy biztos, hogy mindenki magára ismer. A stresszes nő, aki állandóan dolgozik, munkamániás, hogyan figyel a gyermekekre, és minden benne van, egy egész élet benne van abban is, és mind a négy karakterben. Hogy hoztátok ezt így össze? Hát ez, amikor én elolvastam ezt a darabot, megtaláltam, én nagyon sokat szörfözök az interneten, és megtaláltam ezt a darabot, és elolvastam angolul, annyira értek, hogy azért ez nem egy olyan bonyolult dolog, meg a dalokat megtaláltam, és akkor arra gondoltam, hogy ez pont azért jó, mert az én összes darabom, tehát például a menopauzát, amit rendeztem ott is, tehát van 4 archetípus. És valahogy itt megragadtam, most az elmúlt 3-4 évben vele a 4 nővel dolgozom, mondjuk egy darab van még, ahol ketten vagyunk a lányommal, de ez a, működik ez a 4 nős. Ugye most már 3 darabunk van 4 nővel, különböző korosztállyal. És hogy ezek az archetípusok működnek, azért működnek, mert pont ahogy te mondod, hogy a néző az bele tud helyezkedni. Vagy azt mondja, hogy ez olyan, mint én, vagy olyan, mint az anyám, vagy olyan, mint a szomszédom, vagy olyan, mint a lányom. Tehát megvannak azok a kapcsolatok, amitől el tudnak gondolkozni rajta, és amiért a sajátjukként tudnak beleélni, tudják beleélni magukat a darabba. És ez nagyon fontos, és azok a problémák is jönnek föl. Mondtam, amit mondtam az előbb, hogy ezt humorral meg lehet, föl lehet oldani. Egy csomó dolog van, egy csomó olyan seb van a nőkben, ahogy a Katinka is mondta, hogy ez egy férfi társadalom. És az, hogy a megfelelési mániát, hogy az ember ki tudja küszöbölni. Én úgy gondolom, hogy ebbe segít a Lilion produkció, főleg ez a darab, de az Öreg lányok darab is, vagy a Dámák a pakliban, ami az új darabunk, azokat a dolgokat, és mindig szó van a férfiakról. Tehát a férfiak nem elhanyagolhatóak, és a Lilion produkció meg én sem vagyunk a jó értelembe vett feminizmus, ez a női színház. Tehát nem kirekesztő, hanem befogadó. És kirekesztő csak annyiban, hogy a férfiak nagyon fontosak a nők életében, és én nagyon sokat tanultam a férfiaktól. De azokat a férfiakat, akik lebecsülik a nőket, és lenézik, azok ellen viszont harcolok. Mert egy nő sokkal erősebb, sokkal többet bír, sokkal több a tehát rengeteg dologba, tessék végigcsinálni azt, amit egy nő egy-két kisgyerekkel végigcsinál 0-24-ben. Tessék megpróbálni. Nem fog menni szerintem. Mindannyian anyák vagyunk, úgyhogy ez most úgy jól is esett, ugye? Igen, 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 igen. És ha színészként nézed, akkor én azt gondolom, hogy a színészet egyfajta terápia. Tehát kimondhatsz olyan dolgokat, és megélhetsz olyan dolgokat, amit lehet, hogy mondjuk tanárnőként, vagy közjegyzőként, nem feltétlenül. És például van egy dal a darabban, amit a Tina énekel, hogy ellopták az időt. Nekem a környezetemben minden csaj elvált. Mindenki. És az a tudat, hogy mennyire lelkiismeret fuldalásod van, amikor pakolod a gyereket, mert viszi az apja. Tehát én akkor a színpadon ülök, és én érzem a nézőtéren, hogy megállt a levegő. Tehát ott valami olyan szinten besűrűsödik a fájdalom, mert a férfiaknak is fáj, tehát azért azt ne gondoljuk, hogy egy férfinek nem fáj, hogy ő nem a gyerekével, tehát a gyereke nem vele nő fel, hanem látja hétvégenként. Ott úgy besűrűsödik a fájdalom, és azt valami olyan szinten énekli a színésznő, aki egyébként elvált, tehát tudja, hogy miről beszél, hogy ott azt gondolom, hogy az egy gyógyítás. És feloldjuk rögtön. Az egy, hát, így van, feloldjuk. Az egy gyógyítás, igen. Tehát nekünk ez is a küldetés tudatunk és a terápiánk, hogy magunkat is gyógyítjuk, de azt, aki lent ül, és kiüvölti magából az Adri ezt a dalt, és ki jön belőle, és tényleg, ez szerintem ez egyfajta gyógyítás. Ezek a női darabok, ezek gyógyítanak. Ez is volt az oka egyébként, Rita, hogy te hozzáfogtál a női darabokhoz?
Az volt az oka, hogy amikor elkezdtem rendezni, akkor jöttek szembe, hogy csináltam egy hasonlót az Orfeumba, mint az Anyatigrisek, az Anyát kínját, akkor csináltam ott egy másik két személyeset, akkor csináltam a Naptárlányokat a Pesti Magyar Színházba, ami szintén egy abszolút női darab és női történet, hála Istennek nagy sikerrel. Akkor megláttam Amerikában a Menopauzát, ami egy ilyen varieté előadás volt, amit én átírtam, kibővítettem, dalokat cseréltünk, és elvittem a Játékszínbe. Én hoztam be Magyarországra, és akkor a Játékszínbe megrendeztem, az is négy nő. Akkor jött ez a darab. Valahogy úgy alakult, hogy ez egy nagyon optimális dolog, ez a négy nővel dolgozni. Egyébként a következő darab is négy nővel lesz, a Hőhullám. Tehát az is egy négy nős darab, amit valószínűleg augusztusban kezdtünk próbálni. És nem mondom azt, hogy nem mindig csak nőkkel, hogy nem lesz benne férfi, mert óhatatlanul, tehát nem lehet csak olyan darabokat találni. Most ezek jöttek velem szembe, érdekes módon, aminek én nagyon örülök, és úgy látom, hogy a közönség is szereti. Tehát most már tudják, hogy mi kik vagyunk, ki az a Lilion produkció, ahol én vagyok, kik a színésznők. Tehát most már úgy mondhatom, talán egy kis nagy képviséggel, hogy jegyeznek minket. Milyen a ti négy-ötök egysége a darabban, az Anyatigrisekben? Szerintem tökéletes. Én azt gondolom, hogy mi így csajok teljesen hagyjuk egymást, és ez egy nagyon fontos dolog. Emelik egymást. Igen, bocsáss meg, azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos dolog nekem, hogy a színészek szeressék, amit játszanak. Mert tudom, ez egy munka. Nem kell szeretni. Bemegy a gyárba is a munkásasszony, és csinálja a dolgát, mert azért kapja a fizetést. De itt lejön az a szeretet a négy lánytól, meg a többi darabba is. Lejön az hogy imádjuk. Ezt egyszerűen... És így egymást emelik, és egymást segítik, és megvan az az összhang, hogy nem az, hogy bejönnek, és azt mondja, jaj, de utálom, már megint ezt kell játszani. Egyébként van olyan darab. Persze. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van olyan, hogy azt mondja, hogy már délután négykor azon görcsölök, hogy este hétkor majd azt kell játszanom. Van ilyen. De ezt én jelen pillanatban azt gondolom, hogy az életem egyik legrevelálóbb élménye. És nagyon jók a csajok. Tehát azért az fontos. Azért ezt most nem fogok hazudni, tehát azért mindenki játszott már olyannal, akire azt érezte, hogy Jézus Mária, ezek a csajok nézni. Zseniálisak. Tehát az, amikor a Király Linda ott áll mellettem, és így recegnek a falak, ahogy énekel, és így a lelkem is, és az egész csajból úgy dől, vagy az Adri, vagy a Linda, ahogy mozog, ahogy létezik. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a csajok, ezek professzionálisak, és nagyon jó színésznők. És hagyjuk egymást. Tehát nem arról van szó, hogy valaki túlteng, hanem nem. Akkor kus van, akkor csönd van, amikor ő, és koncentrálunk, és adjuk az erőt. Nekem ez a négy csaj, ez nagyon bejött. Óriási szenvedéllyel éled meg egyébként, az látszik. Tehát, hogy pedig egy olyan érzelmi amplitudókkal dolgoztok, hogy lehet, hogy ezt átadja, mert fel sem tudja dolgozni. És hogy a győrieknek miért ajánlom igazán? Mert annyi deprimáló, szorongó dolog van most a világban. Elég bekapcsolni az Euronews-t, ahol úgy látod a világot, hogy tényleg mi van, a földrengéstől, a háborún át, a minden. Muszáj valahol egy kicsit úgy nevetni, hogy bepisílsz. És van erről egy dalunk, hogy bepisílsz a nevetéstől. És ez jó! És ez jó, mert kell, hogy átszakadjon az elképesztő szorongás, ami bennünk van. Elfeledtetni. Muszáj arra két órára, hogy úgy menj utána ki, hogy mint amikor elfáradsz egy edzés után, hogy hát én annyit röhögtem, mondta a lányom, anya, én annyit röhögtem, hogy nem kapok levegőt. Ezért jöjjön mindenki, és szabaduljon fel, mert egyszerűen tényleg nagyon kemény, ami most van. Olyan, mintha a Katinkának ez a terápia tényleg terápia lenne. Igen, abszolút, ez most abszolút. És ez Milánóban is ez volt, hogy a közönség, az olasz közönséget megvettük ezzel a humorral, és ahogy a lányok már kezdtek, hát sajnos a Katinka nem volt ott. Más szereposztással voltunk, de
nagyon nagy sikerünk. És ne felejtsétek el, hogy ott írva van. Írva. Igen. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ez a magyar nyelv a külföldiek fülében, azt szokták mindig mondani, hogy Jézusom, olyan, mint a török, tehát ilyen nagyon kemény. És azért az olaszok ez a che me faccio, non lo so. És ki volt írva? És ők annyira jól játszották a csajok, hogy valahogy totálisan beszippantotta őket. Lehetett volna az is, hogy felét nem értjük, nem érdekel. Mm-hmm. Szóval, hogy tényleg reveláló volt az is. És hát drukkoljatok, mert ilyen 2 hónapon belül kiderül, hogy bekerülünk-e a döntőbe. Mert aki bekerül, 3 helyezett a közönség szavazattól, az első 3, és a zsűriből, és a zsűri az egy szakmai zsűri, van benne egy német színházigazgató, mm-hmm. egy olasz színházigazgató, Kolozsvári, a Tompa Gábor például benne van, akik megkapták az anyagot, és eldöntik, hogy kijusson tovább, tehát 6 produkció tovább jut. Ha így van, akkor novemberben visszamegyünk. De ha nincs, akkor is fantasztikus volt, mert a vadidegen olasz emberek odajöttek, és ölelgettek, és megköszönték, és... Ti láttátok egyébként a többi darabot, akikkel most versenyben vagytok? Nem sajnos, mert illetve valamit lehet látni az interneten, mm-hmm. ez a Teatro Noma nevű színház, és egészen érdekes, mert nagyon vegyes, nagyon színes a paletta. Tehát van opera produkciótól kezdve, táncprodukcióig, kubaiak jönnek, ugye, tehát mindenki hozza a maga kultúráját. Magyar produkció, 14 éve van ez a fesztivál, magyar produkció még nem volt ott, mi vagyunk az elsők, és ugye érdekes, hogy... Én kivittem, elküldtem nekik a videót erről a darabról. Először akartam egy 2 személyes, de mondták, hogy az nagyon prózai, tehát az sokkal jobb a zenés, és visszaírtak azonnal, hogy nekik ez azonnal kell. Uh-huh. Ugyan redukálni kellett 60 percre, 2x60 percet, tehát ennyi idő volt, mert streamelték is, ez egy ingyenes belépőjű darab, de minden esetre a foajéba is ültek kint a előtérbe, uh-huh. és ott a falra vetítették az előadást. Tehát minket úgy engedtek el, hogy see you soon in November. De jó. Úgyhogy, hát reméljük, drukkolunk, hogy így legyen, de nagyszerű volt. Tényleg nagyon nagy élmény volt egy idegen országban, idegen reflexekkel működő embereknek, közönségnek játszani. És nagyon jól működtek a lányok ott is. Drukkolni fogunk nektek novemberig mindenképpen, de addig gondolom, hogy még nagyon sok munkátok van. Mi minden vár rátok, Katinka? Én most igazán nem tudok mit mondani. Most nekem van ez az Anyatigrisek, meg van egy kabaré, amivel járjuk az országot, és van egy francia darab, amiben játszom. Úgyhogy most egyelőre ennyi. Aztán majd meglátjuk. Én is fatalista vagyok. Én is azt gondolom, hogy csak az jöhet, aminek jönnie kell, meg ami meg van írva. Meglátjuk. Visszakanyarodunk az ezotériához, valahogy mindig ott lyukadunk itt. Igen. Rita? Hát én megépítem a színházat, a Lilion produkciót, van nekem egy fantasztikus menedzserem, aki ebben segít, a Timár Krisztina, New Season, és így együtt olyan jól működik a kémiánk, és annyira ismerjük egymást. És ő is egy nő, tehát hogy ez is milyen, tehát értitek? Tehát olyan, mint ez az egész, tényleg így, tehát, hogy, és ő is egy nő, tehát ez lehetne egy pasi. Nem. És ezek a női energiák. Olyan érdekes, igen, hogy bevonzunk, igen, embereket. Például az új darabban ott van az Ungár Anikó, ő csinálta a díszletet meg a jelmezt. És ez mindez úgy, hogy beszélgettünk telefonon, és mondtam, hogy lesz egy új darab, elmondtam, hogy ez egy ilyen Agatha Christie-s, és a Szex és New York karaktereivel egy ilyen nagyon izgalmas dolog, az prózai, és azt mondta, hogy te nem csinálhatnám én a jelmezt meg a díszletet. És neki ugyanis ez a foglalkozása, uh-huh. tehát a ruhatervező, igen, eredetileg a szakmája. És mondtam, hogy de baromi jó, csináld. Gyönyörűek lettek a díszletek, díszlet is, gyönyörűek a jelmezek is. És úgy néz ki, hogy itt fölépül egy csapat, ami nagyon érdekes, mert ugye nekem az én üzleti politikámhoz hozzátartozik, hogy minden darabba új színészeket kell hoznom, mert hát nincs egy társulatom, nincs egy közszínházam, ahol azt mondom, hogy jó van, 25 színészem, és abból gazdálkodom. Hanem én mindig újakat hozok be, és új színészekkel dolgozom, de valahogy mögötte mégis kialakult egy csapat, a Kriszta, a
a hangmérnök, a világosító, a videós, szóval egy olyan csapat, amelyiket azt érzem, akiket érzem, hogy olyan biztonságot adnak, mert ott vannak mögöttem, szeretik ezt csinálni, szeretik azt, amit én csinálok, az újabb és újabb darabokat, működik a fantáziáik, mindig összeülünk, megbeszéljük, hogy hogy lenne a legjobb, mi a legjobb konstrukcióm, ami leglátványosabb, de kifizethető. Tehát mindenféle szempontból valahogy mindenki úgy közelíti meg ezt a munkát, mint hogyha a sajátja lenne a cég. És ez nagyon fontos dolog nekem, hogy van egy csapat. És aztán jönnek a színészek, aztán meglátjuk. Hát nyilván jó lenne, hogyha az embernek lenne egy kőszínháza, de az én férjem mindig azt szoktam mondani, hogy egy pohár tejet, ha akarunk inni, azért nem veszünk egy tehenet. Hát egyelőre azért még itt tartunk, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Még egyet azért áruljátok el. Milyen típusú anyukák vagytok? Anyatigrisek. Én nem vagyok, én olyan típusú vagyok, akinek ez szintén nagyon nehezére esett. Tehát én nagyon szerettem a gyerekeimet. Hát most, ahogy már felnőttek, az nagyon rossz dolog, hogy mindig eszembe jut, hogy mit vétettem, mit rontottam. És az a nő, az az anya, aki ezt nem tudja, az nem gondol bele, az butaság, mert mindig mi vagyunk a hibásak, és a legjobb szándékkal is olyan szarvas hibákat lehet elkövetni. És a legnagyobb probléma az, hogyha újra kezdeném, sok pénzem lenne, akkor biztos csinálnék egy egyetemet anyáknak. Csak az a probléma ezzel, hogy minden gyerekhez egy külön egyetemet kellene elvégezni, mert minden gyerek más, hiába, hogy ugyanaz vagyok az anyja, hiába mondjuk azt, hogy igen, mert igazságosan kell, és ugyanaz, nem így működik, minden gyerekkel másképp kell bánni, és mire az ember ezt megtanulja, addigra elrontott egy csomó dolgot, és fölnőttek. Hát az... És én is mentem a munkám után, amikor kicsik voltak, óvoda, bölcsőde. Tehát igen, az baj, hogy az ember nincs eleget a gyerekekkel. A másik oldala meg az, hogy én úgy gondolom, hogy igazából akkor szeret igazán az én gyerekem, hogyha 10-11 éves korig, ugye, hát az a papa meg a mama az Isten, tehát amit ők mondanak, aztán jön a kamaszkor, és akkor rájönnek, hogy felnőtt, ahogy kezdenek a felnőtt korba érni, hogy mekkora, milyen hibái vannak a szülőknek. Tehát úgy gondolom, hogy akkor szeretheted igazán az szüleidet, meg engem is a gyerekeim akkor szeretnek, ha a hibáimmal együtt. Szóval, hogyha már rájönnek, hogy nem Isten, nem az Atya Úristen, nem az Istennő, hanem igenis húsvér ember, aki botlik, követel hibákat, és azzal együtt lehet még jobban szeretni. Katinka, te milyen típus vagy? Most nagyon elgondolkoztál. Igen. Azért gondolkoztam el, mert én elkövettem egy nagyon nagy hibát a gyerekemmel kapcsolatban, ugyanis én 14 éve nevelem őt egyedül, tehát 7 éves volt, amikor mi ketten maradtunk, és én beemeltem őt egy barátnői szintre. Tehát, hogy sokkal több dolgot mondtam el neki, vagy sokkal több dologba kértem ki a véleményét, mondjuk 12 évesen, amikor még gyerek volt, az nagy hiba volt. Ezt sokan csinálják. Az nagyon nagy hiba volt. Ezt a pszichológia úgy mondja, hogy beemelet párkapcsolatnak. Nem úgy, mint szexuális, hanem egyszerűen egyedül vagy, mint felnőtt ember, és nincs kivel megoldanod, és ő ott van kéznél. És azt mondod neki, hogy most nincs annyi pénzünk, és nem tud, mi köze hozzá, te gyerek. És én ezt, és erre szoktam azt mondani, hogy amit a Rita mond, hogy a tapasztalat. Tehát, hogy 51 évesen, most már tudom, hello, elköltözött 22 éves, ez olyan, most már, mint 90 évesen megnyerni az ötös lottót. És káromkodik a bácsi, aki a Porsche-ba nem tud beszállni, és a csajokkal már nem tud, már semmit nem tud csinálni, hogy minek. Tehát, hogy ilyenkor szoktam azon gondolkozni, hogy Istenem, milyen leszek az unokáimmal, majd ott megpróbálom rendezni ezt a történetet, tehát ez mindenki meg egy hülyeség. Mindenki van vele, szóval, hogy, tehát, hogy igen, én abszolút azt érzem, hogy már most már minek? Hát elköltözött 22 éves, de jó, hogy megtanultam. Szóval, igen, én ezt a hibát, ezt elkövettem. De a darabba is benne van, hogy mert úgyis mindenért ki a felelős? Az anya. Hát ez talán jó végszó volt, igen. Igen, azt gondolom, hogy igen. És nagyon szeretnénk benneteket visszavárni majd, főleg, hogyha esetleg novemberben tényleg
elérjük azt a sikert, hogy ott lesztek a döntőbe. Eléritek azt a sikert. Mindenképpen, és a kedves nézőket meg, akik szeretnek nevetni, szeretik a vígjátékot, szeretik a jó zenét, és a aranytorkú színésznőket, ugye, mert arról nem beszéltünk, hogy azért itt 4 színésznő énekel szinte folyamatosan a próza mellett, és nem is akárhogy. Ha ezt mind szeretik a kedves nézők, akkor várjuk őket nagy szeretettel. Március 28-a, Richter terem, Anyatigrisek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, 2 hét múlva ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra!